A Bush Ivánt kisebb sérülés miatt nélkülöző hazaiak úgy kezdték a meccset, mint akik egy pillanatnyi kétséget sem akarnak hagyni az ősszel meglepetésre őket legyőző budafokiakban a végkimenetelt illetően. Az első negyedet 11 ponttal nyerték a cápák, majd a második 10 percben újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz Bazsójék. Szünet után egy 14-0-ás nyíregyházi roham gyakorlatilag pontot tett a mérkőzés végére, a hátralévő időben pedig úgy is nőtt a két csapat közötti különbség, hogy Siska János valamennyi játékosának lehetőséget adott. Azt beszéltük meg a fiúkkal az öltözőben, hogy maximálisan oda teszi magát mindenki, koncentráltan játszunk, illetve minél többet próbál nyerni, hiszen kikaptunk Budafokon, és szerettünk volna visszavágni, ez sikerült. Egyre jobbak vagyunk, az amerikai játékos is egyre jobban beépül a csapatba. Én úgy gondolom, hogy jó formában vagyunk. Örülök annak, hogy ezen a meccsen tudtak játszani a fiatal játékosok is, vagy azok, akik kevésbé játszanak, ezért tudtuk pihentetni a meghatározó játékosokat a vasárnapi mérkőzésre. A mérkőzésen 19 pontot szerző Tóth Gergely szerint minden tekintetben felülmúlták ellenfelüket. Felkészültünk erre a találkozóra, kielemeztük az ellenfélnek a játékait, remekül felkészültünk belőlük. Én úgy gondolom, hogy a Jani és a csapat, a játékosok is remek munkát végeztek, köszönhető az eredménynek és ennek a nagy arányú győzelemnek. Én úgy gondolom, hogy az első félidő az erősebbre sikeredett, mindenki sokkal jobban ment, mint a második félidőbe. Én úgy gondolom, hogy fizikailag jobban bírtuk ezt a találkozót, mint a Budafok csapata. A budafokiak edzője az első körben aratott győzelmük után szorosabb mérkőzése számított. Természetesen jobbra számítottam, hát az első mérkőzésen nyerni tudtunk hazai pályán. Jelen pillanatban kicsit más helyzetben vagyunk, nagyon sok sérülés hátráltatta a felkészülésünket, és egy-két játékos önbizalom hiányba szenved, hogy most nem a Nyíregyháza lesz nekünk az ellenfelünk, hanem meg kell találnunk a saját játékunkat és a elkövetkező, könnyebbnek érkező mérkőzéseket megnyerni. A forduló további eredményei a következők: BKG Prímese Mafc 89-100, Nagykőrösi Solymok Budapesti Honvéd 71-95, Veszprém PVSK 89-76, Neafc Békés 97-88 és Vasas Akadémia MTK Török Bálint 84-79. A tabella élén a 100%-os Veszprém áll megelőzve a 15-1-es mutatóval rendelkező Mafcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 10 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja vasárnapi Vasas elleni vendégjátékát.